Ingyenes és anonim, a jogszerű foglalkoztatást elősegítő komplex jogsegélyszolgáltatás indult az Észak-Alföldi régió egészére kiterjedően 2016. július 1-én. A jogpontok célja a jogi ismeretek bővítése és az esetleges munkaügyi viták rendezése. A program egy GINOPOS projekt keretében valósul meg teljes mértékben az Európai Szociális Alap és a Hazai Központi Költségvetésű Előirányzat jóvoltából. Máig több, mint 32 ezer ügyben fordultak a szolgáltatáshoz a régióban 29 településen. Az esetek 82%-ában személyesen kérnek tanácsot, de van más lehetőség is. Van egy ingyenesen hívható zöld számunk, valamint e-mailben is, és online chat formájában is bárki fölteheti a kérdéseit. Ez utóbbiakról, hogy hogyan is lehet megtenni, a www.jogpontok.hu honlapon lehet tájékozódni. Itt a régióban jelen pillanatban 34 jogpontirodát működtetünk. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 9 településen vagyunk jelen. Nyíregyházán itt két jogpontiroda működik, az egyik az pont itt a Nyíregyházi Ipartestület épületében. A projekt minden korcsoportot megszólít, de főleg a 30-39 év közöttiek használták ki a lehetőségeket, ők több, mint 10 000 ügyben kértek segítséget. Közel 2 000 ügyben pedig a 23 év alattiaknak is tudtak segíteni. 52%-ban a munkavállalók kértek segítséget, de érdeklődtek az álláskeresők és a nyugdíjasok is a szolgáltatás iránt. Az elmúlt években a megszűnt jogviszony vetette fel a legtöbb kérdést, ez azonban most megváltozott. Az elmúlt időszakban a legjellemzőbb, amit én tapasztaltam, az az, hogy a fennálló jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekkel keresnek meg minket, tehát munkaidőbeosztása, munkarend, túlóra, különböző pótlékok, minimálbér, garantált bérminimum, tehát az ezzel kapcsolatos problémákkal fordulnak hozzánk, ki nem fizetett túlórák, vagy esetleg olyan elrendelt munkarend, amely nem felel meg a jogszabályoknak, esetleg az illetőnek megvan a szakképzettsége, olyan munkakörbe is foglalkoztatják, mégiscsak minimálbért kap, nem garantált bérminimumot. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és ilyen értelemben a szolgáltatás azért is hasznos, mert a fennálló jogszabályoknak a betartására hívjuk fel gyakorlatilag a figyelmet, és segítünk a munkavállalóknak, adott esetben a munkáltatóknak is, hogy ezeknek a jogaiknak érvényt szerezzenek. A jelenleg futó projekt a végéhez közeledik, de október 1-től folytatódik egészen 2021. december 31-éig. Az egyre gyakrabban jelentkező munkaerőhiány új problémákat is felvet, ezért a szolgáltatás új ponttal bővült. Az alternatív vitarendezési szolgálat egyéni tanácsadás helyett a kollektíváknak kínál szintén ingyenes segítségnyújtást. Ennek célja, hogy a felmerülő viták ne fajuljanak el. A munkáltatókat térségben 29 ügyben kértek ilyen típusú segítséget, ami azt jelenti a szakemberek számára, nyitottak a munkaadók is a problémák megoldására, és egyre fontosabb számukra a munkavállalói érdek is.